Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, mit kell, hogy tudjatok a szerelemben, mit kell, hogy tudjatok a lélektársatokkal kapcsolatban. Hát úgy látom, hogy valami vágy valóra fog itt válni, úgy látom, és úgy látom tényleg, hogy itt minden nehézség, ami itt persze eddig volt itt közöttetek, mint ahogy látod, a szívherceg virággal fog jönni, mert lehet, hogy tudja, hogy megbántott. Nyilvánosan jönni fog feléd, úgy látom ezt az egészet. Valamint azt látom, itt van tényleg, hogy a hold is itt játszik egy szerepet. Lehet, hogy érzitek már az energiát, igen, hogy teli hold lesz, és hát igen, holnap lesz a teli hold, igen, és hogy másik irányba fog ez az egész menni közöttetek. Én azt látom, hogy itt a maszk az szimbolizálja, lehet, hogy az állarcát leteszi majd a lélektársat, úgy látom, hogy mindennek van persze két oldala, és azt is látom, hogy lehet, hogy szeretne veled egy új kezdetet a szív útján elindulni, és ez már megért benne, vagy elengedni ezeket a sérüléseket. Szóval a szerelem játszik itt egy szerepet, és azt is látom szintén, hogy ez karmikus itt közöttetek, és azt látom tényleg, mint ahogy látod, hogy hát igen, hogy ő lehet, hogy figyel tégedet, lelkileg kötődik hozzád, és szeretne haladni szívből szívbe, irányodba haladni. Szóval ezt látom itten közöttetek. Na most nézzünk bele, rakjuk ki a kártyákat. Lehet, hogy tényleg érzitek már ezt a teli holdat. A teli hold a szűzbe lesz, és az a szűz teli hold az mindent kivilágít, és mindenre rávilágít, és valamit le kell, hogy tisztázzatok, én úgy látom ezt az egészet. Nézzünk csak bele. Rakjuk ki 4x9 kártyát, 4x9-et, jó? Nézzük, hol van ez a szívherceged, most megnézzük, hogy néznek ki ezek a lapok. Olyan szépek ezek a kártyák, belemélyültem ezekben a szép képekben, ebben a szép kártyákban, és most nézzünk bele, hogy mit kell tényleg, hogy tudjunk, mit üzennek
nekünk ezek a kártyák, mi is fontos. Hát, igen. A vonzó energia itt van, de itt a blokk a kellős közepén az egész kirakásnak, szóval ezt már látom itten, hogy itt van, szóval ez itt van közöttetek, szóval. Ez a blokk itt van közöttetek, és a hűség, szóval itt teljesen, itt is hátat fordítottál, itt is hátat fordítottál, szóval a vonzó energiának is hátat fordítottál. Őnek is hátat fordította ide, te nézel a szerencsétbe, és szeretnél tényleg ezt az erőt magadban érezni, ezt az erőt magadban érezni, ezt nagyon szeretnéd. A tudatalattidba pedig itt van tényleg, őróla van a szó, a szívherceket blokkolva van, szóval hűséggel te hozzád, valami múltéleti dolgok vannak, de szerintem tudja, hogy ő megbántott téged, lehet a múlt életben ez tudatában van neki, és feljön teljesen, feljön benne, úgy gondolom. És ő vele, ő teljesen itt a nyilvánosságban néz, de tudatalattiában tudja, hogy valahogy nem jó cselekedett, és szeretne egy új kezdetet, szeretné, hogy ez létrejöjjön valami közöttetek, hogy ez beteljesüljön, és úgy látom, hogy megtalálja teljesen a stabilitását szerintem, és úgy látom tényleg, hogy az is játszik egy szerepet, hogy hát az is játszik valójában egy szerepet tényleg, hogy beteljesüljenek ezek a dolgok, amire ő gondol, és ez ilyen pozitív, romantikus módon jöjjön létre. Hát ő tudja, hogy téged megbántott, és nézd, itt a blokk, és ez már nagyon szorítja a szívét, és nem talál ebből a labirintusból ki. Nem tudja, hogy hogy oldja meg ezt az egészet, és én úgy látom tényleg, hogy azt gondolja, hogy majd az univerzum segíti, hogy meggyógyuljon ez, hogy írjon neked valami levelet, azt látom, és teljesen ki szeretné a dolgokat világítani, rá szeretne tényleg a dolgokra virágítani, és úgy látom tényleg, hogy vonzódik nagyon irántad, és nagyon-nagyon szenvedélyes ez a szívherceg. Most, ami téged illeti, lelkileg érzem itten ezt a csalódást nálad, hogy ez is tényleg ilyen karmikus, az olyan, hogy azt mondod, hogy mindenkinek megvan a keresztje, úgy érzed, és ő érzi tényleg, hogy megbántott, és érzi tényleg a te sérelmed a szerelemben, és azt is érzi, hogy te nyitottál neki teljesen, és irányába jöttél, de most félsz, és egy állarcot hozol, és hátat fordítottál neki, hogy teljesen más irányba mész most vele. A vonzó energia az ott van, igen, és a szenvedély is ott van irányodban, de ő érzi, hogy megbántott tégedet. Hát nagyon egyszerű. Kérjen bocsánatot, ajánljuk neki. Ha megteszi, akkor biztos, hogy megbocsájtasz neki. Remélem ez tetszett, megtaláltad ebben a kirakásban magadat, ha így volt, lájkoljatok, kommentoljatok, és legközelebb szintén velem tartsatok. Köszönöm szépen, legközelebb találkozunk. Sziasztok!